Hello, sziasztok, üdv a Fafarogó műhelyben. Mostani videóban szerintem a világ legolcsóbb fafarogó szettjét fogjuk letesztelni, legalábbis a legolcsóbb az, amiket az eBay-en tudtam találni. Hogyha az érdekelt ideket, akkor maradjatok velem. Egy egyszerű két darabos faragó, kanálfaragó készletről van szó, ami egy kanálvájó késből és egy kis faragó késből áll. Ezt a kettőt fogjuk most egy kicsit szemügyre venni. Kicsit farigcsálok velük, megnézem, hogy hogy működnek. Ezeket ma kaptam meg, most vannak először a kezembe, úgyhogy minden, amit mondok róluk véleményt, az ilyen első benyomásról alapján született vélemény. Hogy kezdjük is. Így első ránézésre, mint nekem is, és gondolom nektek is szemet szúrt, hogy mennyire hasonlít a Mura faragókésekre. Ez a Mura 164-esnek, ez pedig a Mura 120-asnak az utánzása. Kicsit kis eltérésekkel, de eléggé lekoppintották. Így elsőre, amit kézbevétel után elsőre tapasztaltam, az, hogy a markolat az nagyon pici, nekem nincs nagy tenyerem, de a tenyerembe elveszik ez a kés. Én a faragó késeknek jobb szeretem a nagy, vaskos, robosztusabb markolatokat, ami kényelmesebb fogást biztosít. Ez nagyon pici, még nekem is. A penge... igazániból, amit akartam mondani, hogy nem tudok róla semmit. Az eBay oldalán nem írtak róla semmit, hogy milyen anyagból van. Lehet szénacél, lehet rózsdamentes. Szerintem inkább ez valami olcsó rózsdamentes. Ami értékelendő, hogy igazi skandináv élezése van, ami mindenképpen egy bónusz. A képeken annyira nem látszott, amikor megrendeltem. Először azt hittem, hogy egy észalagos élezése lesz, ami annyira nem jó faragáshoz, de az, hogy igazi skandináv élezése van, az mindenképpen egy bónusz. Talán van rajta egy nagyon halvány, nem, nincsen, teljes skandináv észalagos, viszont azt lehet látni, hogy az él csak meg lett élezve, de nem lett meg fenve, úgyhogy szerintem majd egy picit fenünk rajta használat előtt. De attól függetlenül az él kidolgozás a szimpatikus, elég vékonyra hagyták a pengét, és eléggé felhúzták az élszallagot, úgyhogy egy elég jó lapos élszöge van, ami mindenképpen pozitívum. Na. Úgyhogy ha nem is egy jó minőségű anyagból készült ez a penge, de így elsőre szimpatikusnak tűnik. És nézzük meg a kanálvájót. Ugyanaz az a pici markolat, ami tényleg mint egy gyerekkés, így elveszik a tenyerembe. Összehasonlítva, most csak a pengéket hasonlítom össze, hogy ez a Murának a 164-es pengéje. Ennek a markolata is kicsi volt a számomra, ezért cseréltem le erre a nagyobbra. Láthatjátok, hogy a két markolat között mekkora a különbség. Nekem ez szimpatikusabb, ez jobban tudom használni faragáshoz. Ami így elsőre nem tetszik ebben, kettővel összehasonlítva, ennek elég vastag a pengéje, ami annyira nem jó. A másik... nincs benne egy egyenes rész. Ez mindjárt egy ívben kezdődik. Ennek a késnek, a Murának megvan az előnye, hogy van benne egy egyenes és egy hallított szakasz is. Ebbe csak az ív van bent, úgyhogy ez már is egy második dolog, ami negatív számomra. Az ív elég rövidre hagyták. Mivel mondjuk a moráé se nagyobb, körülbelül egyforma lehet. Attól függetlenül a kialakítása annyira nem tetszik, hiszen elhagyták belőle egy egyenes, itt ezt csinálhatták volna úgy, hogy innen kezdődik,
és akkor itt lett volna egy egyenes rész, mint egy ilyet csináltak ide bele. Mindenképpen több, jobb lett volna használhatósága ennek a késnek, hogyha van benne egy egyenes szakasz is. Ennek is hasonló az él kidolgozása, bár ennek már látszik, hogy ez csúnyábbra sikerült. Itt látszanak benne ezek a hallítási pontok. Itt még ha úgy tűnik, mintha még talán vissza is lenne kunkorodva az anyag egy picit. Érdekes. Na, fókuszálja? Vagy csak rosszul láttam a kamerán? Ezek a hallítási pontok mindenképpen meglátszanak benne, ami nem egy minőségi munkára utal. De hát ugye ez 10 fontba került. Ez a kettő együtt, ezt elfelejtettem mondani, ez a kettő együtt került 10 fontba házhozszállítással együtt. Most a Morának, ugye ez a koppintása szerintem a Morának, hogyha a Morának a 120-as és a 164-es kését vesszük meg, az olyan 45-50 font, kb. 4-5-szöröse az ára ennek a két késnek. Úgyhogy ezeket a késeket azért úgy nézzük, hogy 10 fontba került a kettő együtt. Csináljunk egy gyors élesség próbát. Nézzük meg a kések mennyire élesek gyárilag, először a kis faragókéssel. Igazándiból nem rossz, kellemesen vágja, lehetne egy picit finomabb a húzása, érezni, hogy nincs megfendes a kélezve. A másik, most jön a... Ez ma nem annyira. Meg van élezve ez is, vág valamennyire, de nem olyan szépen. Meg valahogy nem... Ez inkább már egy kicsit beletép, mint vág. Most különösebben nem fogok sok időt tölteni az élezésükkel, mind a kettőt gyorsan, csak bőrön áthúzom, megfelem egy kicsit. Aztán utána megnézzük még egyszer, hogy jobban szerepelnek-e, vagy nem. A kettő közül a faragókés egyelőre mindenképp szimpatikusabb, mint a kanálvájó. Gyorsan megfelem őket, aztán még egyszer megnézzük, hogy milyenek. Nehéz egyszerre faragni is, meg a kamera előtt tartani a kést, hogy minden jól nézzen ki. Látjátok? Felület, amit hagy maga után a vágási felületek, azok tulajdonképpen egész jók. Jól lehet vele befejező mozdulatokat vágni. Ennek vékonyabb a pengéje, mint a kanálvájókésnek. Szerintem az lehet mögötte, hogy nem tudták megoldani a hallítást azzal ezzel a penge vékonysággal, vastagsággal, és azért hagyták a kanálvájó késnek azt a vastagabb pengét. Ez csak az én spekulációm, de szerintem ez lehetett benne, hogy nem tudták a hallítást megoldani, és ezért hagyták ezt a pengét vastagabbra, mint az egyeneset. Nem sokkal, de vastagabb. Jobban örültem volna neki, hogyha mind a kettő egyforma vastagságú. Oké. Most így, hogy ezt a kis rókafigurát így elkészítem vele. Az első tapasztalataim azok, hogy ez friss fa még, úgyhogy nem kemény fát faragok.
Az első tapasztalataim viszonylag egész szimpatikusnak tűnik ez a kés, a markolatot leszámítva. Oké, Róka Miki készen is van. Ezzel meg vagyunk. Nem volt rossz ezzel dolgozni, azt mondom, ennyi pénzt megért, hogyha 5-5 fontot számolunk mind a kettőre, 5 fontot mindenképpen megért. A elsőre így eddig egész idáig csak a markolatot tudom benne negatívonként felhozni, hogy pici. De ezzel lehet orvosolni. Akkor most nézzük meg a másikat is. No, gyorsan félbehasítottam ezt a mogyorót. Megnézzük. Kicsit lesimítottam. Szép sima egyenes felületet kaptunk. Itt egy picit megpróbálunk. Nem tetszik. Így elsőre nem szimpatikus se, hogy sem ez a kanálvályók, és elnézést. A markolat, mint már említettem, ezen is kicsi, de ezen még jobban kitűnik ez a hiányosság, hogy kicsi. Az élezése nincs rendben, nincs megoldva. Ahogy belevágok, nem simán, nem tisztán vág, hanem ilyen recésen, ilyen akadósan vág, akad, vág, akad, vág, akad. Végig lehet húzni, de akadást, ilyen recé, ilyen, na, már beszélni se tudok. Ilyen akadósan vág, bele se akar most már nagyon harapni. Ennyire hamar el is ment volna az éle. Nem. Oké, ez ennyi volt. Ez a Mura 164-es. Oké. Ez a középen lehet látni. Tényleg ez most így jó. Középen van a Mura. Itt, meg ott, mellette az a másik. Itt lehet látni, hogy a Mura szépen átment. Itt meg, hogy ilyen, amit mondtam, vág, akad, vág, akad, vág, akad, ilyen recésen vág, úgyhogy ez nem jó. Nekem legalábbis nem tetszik. Jó, ennyi lett volna ez a rövid teszt erről a kettő késről. Én már említettem a videó elején, hogy ezt úgy kell nézni, ezt a tesztet, hogy ez a kettő együtt került 10 fontba. Most a Murától ugyanez a két kés kerül 45-50 fontba, olyan 4-5-szöröse az ára. Attól függetlenül, mert olcsó, nem hiszem, hogy megéri. Még azoknak sem ajánlom, akik tényleg csak nagyon hobbi szinten akarnának faragni, mert még hobbi szinten se lesz belőlük semmi élményük, hogyha ezzel a késsel akarnának faragni. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy mindenképpen drága szerszámot kell megvenni, hanem azt, hogy megfelelő szerszámot kell vásárolni. A Mura szerintem nem drága, hogyha csak magát a 164-es vályókést akarod megvenni. Az most olyan websájtoktól függően 20 és 25 font körül van, csak fontba tudok beszélni, magyar árakat nem tudom sajnos. 20-25 font körül van egy ilyen kés. Hogyha valaki tényleg a kanálvájásra szeretne foglalkozni, kipróbálni, mint hobbit, akkor a Mura 164-eset mindenképpen kezdőkésnek ajánlom, hiszen ez nem drága. Én is ezt használom egyébként most. És ezért a pénzért a Mura mindenképpen olyan kést ad,
ami kezdőknek tökéletes. Ez a másik, ez viszont szimpatikus, ez tetszik, Markatot elszámítva, szerintem ezt újra fogom jelezni, és megtartom, használni fogom egy picit, vagy ajándékozom, aki tudja. Ezt nem is akarom elajándékozni senkinek, mert hát is ajándékoznám valakinek, akkor egy olyan dolgot adnék a kezébe, ami nem jó. Úgyhogy ez nem, ez semmiképpen sem. Az egészet összegező, mi a véleményem a legolcsóbb faragó készletről, amit az eBay-en találtam, ne vegyétek meg, nem éri meg. 10 fontért kaptok kétszer számot, amiből csak az egyik jó, a másik nem igazán, nem jó. Úgyhogy ha 10 fontot rá tudtok áldozni, egy picit hozzátesztek, aztán 15 font körül van, és akkor megkapjátok a Morának a 120-as kis faragó kését, ami ettől jobb, azért ezt szögezzük le. Úgyhogy jobb ajátok, hogyha egy kicsit gyűjtögettek egy kis pénzt, és egy kezdőknek egy mora készletbe fektettek be. Szóval ez lett volna a legolcsóbb faragó készlet az eBay-ről, ne vegyétek meg. Ha valaki mégis ennyire érdeklődne iránta, a elérhetőségét berakom alulra. Ennyi lett volna a mai videó. Köszi szépen, hogy néztetek, további szép napot, minden jót, sziasztok!